Jó. Minden küzdelem 5 perc hosszú lesz. 5 perc tiszta idő, tehát a kiestek, kigurultok, szólok a bírónak, megállítja, megállítja az időt, visszahúzik és onnan megy tovább. Jó. Bármilyen submission, ugye kopogásnál, vagy szóban jelzésnél véget ér a meccs, ha én úgy látom, hogy beszéljes a szitutelkörű, húzzátok egymás karját, és nem akar kopogni, meg fogom állítani. Ami a legfontosabb, hogy ez egy gyakorló házi verseny, egy tulajdonképpen egy közös edzés, csak adunk neki egy ilyen formát, jó? Tehát elsősorban mindenkit akarok kérni, hogy vigyázzunk egymásra, jó? Keményen versenyezünk, nyilván mindenki nyerni akar, de vigyázzunk egymásra. És a saját magunkra is természetesen. Tiltott technika, ugye, ha bármilyen szárműsorban nem lehet földhöz vágni, nem lehet, hogy felállok, ugye háromszögös levágom, karfeszítésbe se vághatom le, és nem emelhetem föl és vághatom le, nagy ügyi dobást azt lehet. Ami még tiltott, az a sarokcsavarás, jó? Tehát hírlukot nem csinálok, egyenes tér, bokafeszítés, meg egyenes lábfeszítés azok vannak. Pontozás. Minden jellegű földrevitelt a megborítom, nagy ívű dobás, gáncs, bármilyen jellegű földrevitelt 2 pontokért, akkor, hogy az ellenfelet legalább 3 másodpercig stabilizálom a földön. Tehát lehet az, hogy megdobom, lent tartom 3-4 másodpercig, majd fölállok belőle. Ez szabályos. 2 pont még az, hogyha az oldalán vagyok és föltérdelek a hasára, azt is 3 másodpercig tartom, mert ez a térdehason pozíció. Az is 2 pont, így van. 2 pont, ezek a 2 pont, bocsánat, 2 pont, még bármilyen jellegű forgatás. Mi számít forgatásnak, a gárdban vagyok, tehát én fekszem a hátamon, és velem szemben van az ellenfél. Lehet az nyílt gárd, open gárd, butterfly gárd, half gárd, bármilyen jellegű gárd. Ha fogom, alul vagyok, és megfordítom, tehát az ellenfél hátra kerül a földre, és én fölülre, és 3 másodpercig stabilizálom, szintén 2 pont. 3 pontot lehet kapni egyetlen egy dologra, a guard pass-re. Ugyanaz, bármilyen jellegű guard, tehát ha itt áll velem szemben, fekszik az ellenfél, itt fekszik az ellenfél, nincs is kontakt, ha meglököm a lábát és kikerülök az oldalára, az is 3 pont. De ha benn vagyunk close guardba, kinyitom, stabilizálom és megkerülöm, akkor az is 3 pont. 4 pontos akció, 3-ban, ugye a mount, a teljes mount, amikor mind a két lábam kikerül az oldalára, tehát ha be van zárva, stb., akkor az nem lesz, meg akkor adom meg, hogyha megvan teljesen az oldal, illetve a hátsó pozíció, akkor ha mind a két gúg bent van, és nincs keresztezve. Ha bent van mind a két gúg, de keresztezve van, addig nem adom meg, amíg nem nyitja ki. Ha ki van nyitva, 3 másodpercig megtartja, akkor van meg. Ugye azt se lehet játszani, hogy ugye beteszem és rögtön kiveszem, és akkor szólok, hogy van a 3 vagy a 4 pontom, akkor van meg a stabil a pozíció. Ezek vannak, és ugyanez a back mount, tehát az ellenfelem kilapulva fekszik a hasán, én meg ülök a hátán, ugye ugyanúgy mount pozícióban, csak az ellenfelem háttal van. Jó, gerincfeszítések tilos, szembe nyúlni tilos, ütni rúgni tilos, ágyékra vigyázzunk. Jó, bármilyen jellegű kérdés. Kompresszió feszülés lehet, jó? Lehet. Biceps is. Test háromszög, azt is lehet. Megkapod ugye fel a pontot, vagy? Nem. Csak akkor van meg, hogyha itt bent van a húk. Megcsinálod a pontot, és utána bezárod oldalra, az lehet. De akkor van meg a pont, hogyha 3 másodpercig húkkorva van. Jó, még van esetleg kérdés? Tessék? Értem, jó. Jó, rendben, akkor közben esetleg annyi voltam tenni, egy 2 perc, és akkor a nehéz súlyú meccsel kezdünk, jó? Melegítsetek, mozogok, szűrjátok egymásra. Ha megvan, tehát hogy ha mondjuk megbeszed, meg a 3 másodperc, igen, fölállsz, vagy visszajön gárba, újra 3 pont, persze. Az egy, az